A cukrász, a szakács és a pincérképzés részleteibe kaptak betekintést az érdeklődő általános iskolások a Haller iskola nyílt napján. Az intézmény jövőre is több osztályt indítana szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéseken a vendéglátás turisztika szakmacsoportban. A 2017-2018-as tanévben újdonságként indítják el a turisztikai szakgimnáziumi tagozatot, ahol egy két tannyelvű előkészítő képzés után érettségivel együtt a szállodai recepciós képzés szerezhetik meg a diákok, majd az érettségit követő szakképzési évfolyamon a turisztikai szervező és értékesítő szakmát kapják kézhez. Maga a képzés ugye 0. évfolyammal kezdődik, és 9-től 12. évfolyamig a gyerekek az alapozó tantárgyak mellett szakmai tantárgyakat is tanulnak, természetesen, amint említettem, két tannyelven, két tanítási nyelven németül, és a maga a 12. évfolyam a szakmai érettségivel zárul, ami egy szakmát is von maga után, tehát a gyerekek kapnak a kezükbe egy okai szakmát, turisztikai szállodai recepciósok lesznek. Jövőre is indítanák a hagyományos vendéglátóipari szakgimnáziumi ágazatot, ahol a diákok a tanműhelyekben, valamint külsős gyakorlati helyeken tanulhatják ki a szakmákat. Az érettségivel együtt ezen a szakon a pincérvégzettséget kapják meg, majd a plusz egy éves képzésen vendéglátás szervező szakmát szerezhetnek a tanulók. Az iskolában jövőre is várják a diákokat a cukrász, szakács, valamint pincér szakközépiskolai képzéseken. Mindegyik képzés ideje 3 tanév, a diákoknak pedig lehetőségük van plusz 2 tanév alatt az érettségire való felkészülésre is. Az iskolában jól működik az ösztöndíj program, amiben a hiány szakmát tanulók részesülnek, ezek a szakács tanulók. 9. osztályban egységesen 10 000 forintot kapnak a diákok, majd a tanulmányi átlag és a hiányzások száma alapján alakul a későbbi ösztöndíjazás. Mikor már megvan az első bizonyítványuk, akkor onnantól kezdve az ezresek tizedes veszőkben számolhatóak, és a gyerekek közül 10 000 forinttól kezdve, tehát ami 2,5 fölötti átlag, 5 000-ig 35 000 forintot kaphatnak a bankszámlájukra. Azt gondolom, hogy ez jó ösztönző erő mindenkinek. És a külső gyakorlaton, aki részt vesz már 10. évfolyamtól kezdve, a külső gyakorlati helyen is tanuló szerződéssel még pluszban kapnak ösztöndíjat, ez minden szakmára vonatkozik, pincérre és a cukrászra is. A diákokat legközelebb a karácsony kupával egybekötött nyílt napra várják a Haller iskolában, december 8-án 9 órától.